Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, vetőmagozzunk. A kalászos vetőmag előállítás jelene, kihívásai és jövője. Ez három fogalom, amit én ilyen sorrendben szeretnék górcső alá venni. A jelenről mondanám a legkevésbé érdekesebb dolgokat, a jövő és a kihívások már szerintem viszonylag összetettebb és érdekesebb összefüggéseket tárnak föl. A jelen kapcsán óhatatlanul meg kell említeni azt, hogy Magyarországon a vetőmagtermesztésnek önmagában nagy múltja van, renoméja van, mert az ágazat egyszerre tudott megbirkózni a minőségi és az összetettségi követelményekkel. Ez a múlt, ez sok minden jóra enged következtetni a jelentés a jövőt illetően. A kalászosok tekintetében az vitathatatlan, hogy ma a kalászos vetőmag előállítással foglalkozó üzemek képesek minőségi vetőmagot előállítani, tehát a gépesítettség az esetek többségében megvan ahhoz, hogy alak, súly, fajsúly és méret szerint válogassák szét a vetőmagot, a vetőmag alapanyagot, kitisztítsák és megfelelő minőségű végterméket állítsanak elő. Az elmúlt néhány év egyfajta újítást hozott a technológiában, itt a színszeparátorokra kell gondolni, ami nem feltétlenül alapkövetelmény egy kalászos vetőmag előállításban, de mindenképp előrehaladást jelent a minőség terén. A színszeparátoroknak a jelentősége véleményem szerint abban rejlik, hogy alkalmazásukkal az üzemeknek lehetőségük van az egyre inkább váltakozó időjárás okozta, váltakozó minőség ellen felvenni a versenyt, és így egy viszonylag konstans minőséget produkálni évről évre. Nem minden téren jelent megoldást, de mindenképp egy érdekes és üdvözítő fejlemény volt, aminek én az elterjedésétől sokat várok. Ami a jelenlegi kihívásokat illeti az ágazatban, mire kell gondolni? Ugye elsősorban mindenki talán a legelső helyen a vetőmag árakat és a gazdaságosságot emeli ki. A vetőmag árak ingadozása a terménypiaci árak ingadozásából ered, és ezzel alapvetően nem tudunk mit csinálni. Ez a hektikusság egyre inkább jellemzőbb volt az elmúlt 2-3 évben, és valószínűleg velünk fog maradni a következő években is. A hektikussággal szemben küzdeni nem érdemes. Amire viszont mindenképp valamiféle választ kell adni, az a munkaerőnek a drágulása, tehát olyan vetőmag kiszerelő sorok tudnak versenyképesen működni jelenleg, és valószínűleg egyre inkább ezek lesznek a versenyképesek a jövőben, amelyek minimalizálják a munkaerő szükségletet, de egyfelől az energiafelhasználásuk is viszonylag alacsony, hiszen az olló másik végén a munkaerő költségekkel szemben az energia árak állnak. Hogyha ezzel a kettővel egy üzem meg tud birkózni, akkor úgy gondolom, hogy a következő kihívás az a piaci dinamikának való megfelelés. A piaci dinamika alatt azt kell érteni, hogy a vetőmag szezonunk egyre inkább kilép a klasszikusnak mondható augusztus-szeptember-október-elejé időintervallumából, koncentráltan, nagy mennyiségben szükséges rövid idő alatt feldolgozni vetőmagot, és azt minél inkább tudni eltárolni, majd utána a megfelelő logisztikát is biztosítani az üzemi szinten. És ez az, amiben szerintem jelenleg a legnagyobb kihívás rejlik. Ugyanis egyrészt el kell tárolni az alapanyagot, késznek kell állni arra, hogy amikor a majdani forgalmazó a saját feldolgozási igényeit meg tudta határozni, ami nem minden esetben egyértelmű, hiszen a hektikus piac kiismerése az egyre nehezebb, akkor a vetőmagüzem elkezdje feldolgozni a tételeit, de el is tudja a feldolgozott tételeket tárolni, hiszen ezt követően a forgalmazók nem biztos, hogy olyan mennyiségben tudják a szállításokat ütemezni, mint amilyen mennyiségben szükség lenne ahhoz, hogy ne jelentsen fennakadást az üzemben a feltorlódott, már kiszerelt vetőmag. És itt talán egy utolsó aspektust is meg szeretnék említeni, ami sok vetőmagüzemnek tanulság lehet. A vetőmag előállítás nem egy mellékágazat. Erre nem úgy kell tekinteni, mint amivel kitöltök egy lyukat, és csak azért van, hogy valamikor a gépek vagy az emberek ne legyenek dologtalanok. Itt alapvetően a vetőmagot külön kell kezelni, és önmagában kell tudnia reagálnia a feldolgozói igényekre, nem pedig
az fogja meghatározni az üzemnek a működési dinamikáját, hogy éppen a növénytermesztés mennyire enged, vagy nem enged szabad munkaerőt és gép erőforrást a másodlagosnak tekintett ágazat számára. Ebből következik szerintem a jövő. A jövő az mindenképp erre a hektikusságra való válaszadás. Az élő munkaigénynek a csökkentése és az energiatakarékosság. Ha ez a három tényező megvan, akkor úgy gondolom, hogy a minőség a meglévő gépekkel biztosítható. Két üzemméret lesz szerintem, ami a jövőben fenn fog maradni, és sikeresen tudja megállni a helyét a kihívásokkal szemben. Az egyik a nagy üzem, ahol biztonsággal lehet nagy mennyiséget előállítani, megfelelő minőségben, de viszonylag rugalmatlan a tapasztalataim szerint ezekben az üzemekben a feldolgozás, de kompenzálni tudják a dömpingszerű előállítással, aminek megvannak az előnyei, és ezt a forgalmazók figyelembe is veszik, és élnek is vele. És a másik típus, ami ezzel párhuzamosan fejlődik, az a kisebb méretű, de rugalmasabb üzem, ahol a vetőmag előállításra úgy tekintenek, mint a növénytermesztés következő, vagy azt követő, de természetesen vele egybefonódó részére, tehát előállítom az alapanyagot, és azért, hogy még nagyobb hozzáadott értéket teremtsek, saját magam dolgozom felvető magnak. Ennek az üzemtípusnak kell szerintem a rugalmasságát megőriznie, ahhoz, hogy az ágazatba be tudjon tagozódni, és elő tudjon állni az általam sokszor hiányolt, de amikor megvan, akkor pedig nagy becsben tartott egymás kiegészítése a nagyüzem és a rugalmasabb, kisebb léptékben előállító kisüzem között. Talán a jövőt illetően egy nagy kérdést kell még tisztázni, és ezt is szerintem sok mindenkinek el kell fogadnia, hogy vetőmagot nem azért állítunk elő, hogy elmondhassuk magunkról, hogy csináltunk vetőmagot. A vetőmag előállítás az megelőz vetőmag felhasználást. Tehát, ha nincs meg az igény arra, hogy fémzárolt vetőmagot használjanak föl a termelők, akkor a vetőmag előállítás önmagában életképtelen és elveszti létjogosultságát. Amit szerintem mindannyiunknak, akik az ágazat szereplői vagyunk, ki kell fejtenünk és el kell magyaráznunk, az az, hogy amikor valaki vetőmagot vesz, akkor nem feltétlenül a jelennek veszi a vetőmagot, hanem a vetőmag vásárlásával annak teremti meg a feltételeit, hogy a jövőben is kapjon versenyképesebb fajtát, minőségi alapanyagot. Nem arról van szó, hogy amikor vetőmagot veszünk, akkor csak abban az évben profitálunk belőle. A vetőmaggal megfizetünk egy hozzáadott értéket, aminek egy része a nemesítőnél, másik része a fejlesztőnél, forgalmazónál marad, akik ezt utána be fogják tudni forgatni a további fejlesztéseikbe, és ezáltal ugyan néhány évvel később, de meg fognak jelenni az újabb fajták, a jobb fajták, amikkel javítani lehet a termesztés, a növénytermesztés eredményességét. És talán ez az, ami sok esetben főleg a jelenlegi piaci árak között nehezen elfogadható. A vetőmag mindig drága lesz, és ahogy az alapanyag ár növekszik, úgy lesz egyre drágább is a vetőmag. De ez nem azért van, mert valakik egyre többet akarnak a vetőmagon keresni, hanem azért, mert a nemesítőnél az előállítói munka, utána a forgalmazónál a fajta kiválasztási, fejlesztési munka, az továbbra is forrásigényes. És azért, hogy a jövőbe tudjunk tekinteni, a jelen vetőmag előállításából forgatunk be jövedelmet a jövő kihívásaiba. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Tisztelettel köszöntöm mindnyájukat! Az elmúlt években hatalmas viszonyállal küzdenek a hazai termőterületek. Ezt az idei évben fokozta az évtizedek óta nem látott mértékű aszály, ami komoly kihívást jelentett a gazdák számára. Gyakorlatilag három teljesen csapadékmentes hónap után az áprilisi minimális eső jelentett védelmet a gabonák számára, de újabb nehézséget okozott a májusi szárazság.
Az ősszel gabonavírussal fertőzött területeken megjelentek a vírustünetek. A gombabetegségekkel szemben egy általánosan jó gombaölőszeres technológia megoldást jelentett. Problémát okozott még a növények fejlődésében a mikroelem és nitrogénhiány egyaránt. A júniusi csapadékmennyiség megoldást adott az ország termőterületeinek egy minimális részén, hiszen itt az addig rossz körülmények között lévő állományt egy közepes termésszintre hozta fel. Viszont sajnos az ország keleti területén negatív csúcsot döntöttünk. Ez azt jelentette, hogy 600 kilós és maximum 3 tonnás termésátlagot produkáltunk búzavetőmagban, búzatermésben. Összességében elmondható, hogy a búza országos termés átlaga 4,12 tonna per hektáros lett. További gondot jelentett a gazdák számára a műtrágyahiány, illetve a nitrogéntartalmú műtrágyák jelentősen megnövekedett beszerzési ára. Magyarországon az aszálytűrés a kalászos gabonában épp úgy, mint a kapásoknál alapvető nemesítői cél. Míg régebben a gazdák a hozam és minőség alapján választottak fajtát, ma már nélkülözhetetlen a betegségekkel szembeni tolerancia, stressztűrés, megfelelő tápanyag hasznosítás is. Az RLZT több mint 100 éves nemesítői múltra tekint vissza, így biztos garanciát jelent a megfelelő fajta kiválasztásában. Úgy gondolom, hogy a mikroklíma és a talajviszonyok megfelelő ismeretében már megtalálja a számára megfelelő fajtát a portfóliónkban. Engedjék meg, hogy pár gondolattal bemutassam felsorolás szinten a 2023-ban portfólióban megtalálható búzafajtáinkat. Az első ezek közül az RLZT Monte Carlo, ami a KIT ZRT kizárólagos forgalmazása alatt áll, illetve az évek óta ismert és elismert RLZT Rubisco, melyet az IKR Agrár Kft-nél tudnak beszerezni kedves partnereink. Pár éve került be a magyarországi piacra az RLZT Sacramento, melyet az Axarel Hungary Kft., Panomag Agrár Kft. És Carion Kft. Cégeknél tudnak megvásárolni. Az idei évben, 2022-ben újdonságnak számított az RLZT Monte Carlo, és méltán beváltotta a kisparcellás eredmények alapján hozzáfűzött reményeket. 2023-ban a Gyermei Holding ZRT-nél, Panomag Agrár Kft-nél, Rábapordányon a Rábapordányi MG ZRT-nél, a Dr. Szabó Agrokémiai Kft-nél és a Holtplan BT-nél lesz megtalálható. És még két búzánk, a Tarkalászú RLZT Cezárió, ami a Panomag Agrár Kft. Kizárólagos forgalmazása alatt áll, illetve a kései érés csoportba tartozó RLZT Reform, a Carion Kft. És a Hidesháti MG ZRT kizárólagos forgalmazásában található meg. Az idő rövidsége miatt 3 fajtát emelnék ki ez a szélesebb portfólióban. Az első ezek közül az RLZT Monte Carlo, mely 2016-ban lett regisztrálva Franciaországban. Ez egy szálkás kalászú, malmi minőségű búza a korai szegmensből. Megtalálható benne minden, amit elvárunk egy fajtával szemben, a betegség általánosan jó betegségtolerancia, stressztűrés, magas hozam malmi minőség mellett, illetve elmondható róla, hogy mozaik vírus rezisztens fajtáról beszélünk. A másik fajta a KIT kizárólagos képviseletében az RLZT Marco Polo, a középérésre tartozó, szintén szálkás kalászú búza. Ennek a búzánában megtalálható a kiváló kombinációja a termésnek és a minőségnek. Kifejezetten jó télálló fajtáról beszélhetünk, tavasszal gyors fejlődésnek indul, megfelelően bokrosodik. Viszonylag alacsony fajta, sztárstabilitása nagyon jó, megdőlésnek kifejezetten jól ellenáll. Barna és sárga rozsdatos toleranciáról beszélhetünk az esetében. És a harmadik fajtánk, amit hangsúlyoznék, 2023-tól lesz csak kereskedelmi forgalomban Magyarországon, ez pedig az RLZT Venezio. Szintén egy szálkás kalászú búzáról van szó, a középérés elejére pozícionálható érésidőben. Szemtermése fehérjében gazdag és nagyon magas 1000 mag tömeg jellemzi. 9-es skálán, ahol a 9-es érték a rezisztenciát jelöli, betegség ellenállósága 7-esre tehető, helmintospóriummal szemben 7-es az ellenálló képessége, barna rozsdával szemben ugyanúgy, és a sárga rozsdával szemben toleráns, itt egy 8-as értéket tudhat magáénak. Az RLZT Vetőmag Kft.
technológiai javaslata a búzatermesztéshez a következő. A vetőmag szükségletet 200-220 kg per hektáros mennyiségben állapítottuk meg egy október 15-i vetéssel határolva. Ezután nagyjából 10-20 kg plusz vetőmag többletet igényel, a hetekben előre csúszva egy táblának a vetőmag szükséglete. Február elejére javasolnék 200 kg MAS 27-es műtrágya kiuttatást kén mellett, és ugyanezt ismételve áprilisban. Azt gondolom, hogy a minőségi búzatermeléshez nélkülözhetetlen egy május közepi plusz nitrogén mennyiség kiuttatása, amit 100 kg per hektár dózisban javasolnék kén kiuttatása mellett. A gyomírtást tekintve mindenképpen javasolunk egy őszi pre- vagy posztemergens gyomírtást. Ha ez az időjárási viszonyok miatt elmarad, akkor mindenképpen tavasszal pótolni szükséges. Érdemes három gombaölős permetezést iktatni, időjárástól függően március elején és 30 naponta április és májusban, ahogy a lépés kiadja. Ezen információk ismeretében kívánok mindnyájuknak sikeres gazdálkodást, válasszanak bizalommal az RZT portfólióból, termeljék meg jövőjüket.